Már hagyomány, hogy november végén rendezik meg a megyeszékhelyen azt a sportgálát, amelyen az adott esztendő legjobbjait díjazzák. Hétfő délután a Continental Arénában vehették át az elismeréseket a nemzetközi és hazai versenyeken legjobban teljesítő sportolók és csapatok. Kovács Ferenc polgármester beszédében kiemelte, az infrastruktúrális háttér biztosított és a fejlesztések is segítik a sportolókat. Tavaly átadták a jégpályát, jövőre az úszodát, 2021-ben pedig elkészül az atlétikai centrum is. Hozzátette, a helyi sportolók a város jó hírnevét tovább erősítik. A sportgála díjátadó ünnepségen értékeljük az egész évet, azokat a verseny utánpótlás diák sportban elért eredményeket, amelyek nem csak egyéni teljesítmények, tudjuk, minden mögött egy csapat is van. Itt nagyon sok az anyagi infrastruktúra és háttért is beleértve, és legfontosabb az együttműködés, és akik az eredményeket elérik, nem csak maguknak, saját sportágoknak, hanem városuknak is, áttételesen jó hírnevét viszik, illetve az eredményességét növelik. Erről is szól ez a sportgála. Az idei évben a legjobb férfi sportolónak az Univerziádén 5. helyen végző diszkoszvető Szikszai Róbertet, a legjobb női sportolónak az Európa bajnoki 5. karatés Berencsi Tímeát, a legjobb csapatnak pedig a kupagyőztes, bajnoki ezüstérmes Fátum Nyíregyházát választották a szakemberek. Az év felfedezettje a súlylökésben bajnoki címet szerző Tóth Balázs, az év extrém sportolója pedig az ultrafutó Belus Tamás lett. Az év parasportolója cím a csapatban világbajnoki 8. kerekesszékes vívó Tarjányi István birtokába került. Nagyon boldog vagyok, és köszönöm szépen előre is. Nagyon örülök, hogy tavaly is megkaptam, és idén is megkapom ezt a díjat. Ez óriási megtiszteltetés számomra, hogy a város ennyire gondol rám. Szerencsére nagyon jó évet zárok. Idén világkupákon 3 érmet szereztem. Éppen most legutóbb Amsterdamban egy ezüstöt sikerült szereznem. Döntőben egy kicsit kikaptam, majdnem sikerült az aranyérem, nagyon büszke vagyok rá. A gálán több éves munkásságának elismeréseként díjat kapott Gyula Sándor úszóedző, valamint a sportágak és a nyíregyházi sportcentrum is díjazta a legjobban teljesítőket, és 3 nyugdíjba vonuló testnevelő munkáját is megköszönték a rendezvényen.